Bátaszékváros önkormányzata már 2018-ban úgy döntött, megelőzve az állami oltási programok bevezetését, támogatást nyújt a szociálisan rászoruló családoknak. Akkor a bárányhimlő megelőzésére beadandó injekciók árához nyújtottak segítséget. 0-tól 3 éves korosztály több mint 90%-ba oltott bárányhimlő ellen, vagy átesett a régebbi években. Mert volt olyan is, hogy a testvér, óvis testvér hazavitte az egyévesnek, és akkor ő átesett rajta. Tehát ez a program most befejeződött, és a tavalyi évben én már felvetettem az önkormányzatnak, hogy nem lehetne netán a B-csoportos agyhártyagyulladást okozó betegség elleni védőoltást bevenni a programba, ami jóval drágább, mint a bárányhimlő elleni védőoltás. Erről a betegségről annyit érdemes tudni, hogy leginkább a 0-2 éves korosztály betegszik meg, és az esetek döntő többségében nem is éli túl. Az önkormányzat az év során már hozott döntést arról, hogy a rotavírus elleni védekezéshez is támogatást nyújt. Emellé társult a gyermekorvosi felvetés az agyhártyagyulladás elleni oltóanyag finanszírozására. A képviselőtestület pozitívan állt ehhez a kérdéshez is. Több mint 10 évre vezethető vissza az a hagyomány, hogy a város bekapcsolódik az egészségügyi ellátásnak abba a szegmensékben, ami a megelőzést szolgálja. Ez a HPV oltással kezdődött még a 2000-es évek közepén, aztán a rotaoltásba kapcsolódtunk be, a bárányhimlő oltásba, és tavaly döntött, illetve bocsánat, ebben az esztendőben döntött a képviselőtestület, hogy az agyhártyagyulladás elleni megelőzésbe is részt kívánunk venni. Bekértük az árajánlatokat, hogy milyen költségekből tudjuk ezt majd finanszírozni. Az ajánlatok figyelembevételével úgy tűnik, hogy a 2021-es esztendőben mintegy 3,3 millió forintos keretet fogunk az oltások finanszírozására biztosítani. A jelenleg hatályos szabályok alapján ugye alapvetően minden érintettől kérjük, hogy egy oltásnak a költségét vállalják magukra. Rotaoltás esetében egyet mindenképpen a város finanszíroz, míg az agyhártyagyulladás oltás esetében, mivel egy három oltásos sorozatról van szó, ha egyet a szülők vállalnak, akkor minimum kettőt a város finanszíroz annak érdekében, hogy ezt a megelőzést, a betegségek elleni megelőzést 21-ben tudjuk majd folytatni. 7, 9 és 14 hónapos korba adjuk ezt a védőoltást, mert az alapimmunizálás az két oltásból áll, de ahhoz, hogy élethosszig tartó védettséget szerezzen a kisded, ahhoz kell a harmadik oltás is. Az oltást kereskedelmi forgalomban több mint 30 ezer forintért lehet megvásárolni, az önkormányzat ennél jóval olcsóbban 26.600 forintért szerez be egy adagot. Több városban is működik az oltás finanszírozása, ám Omachtenika tapasztalatai alapján általában csak egy injekció költségét vállalják át. Ebből a szempontból Bátaszék is élen jár a család támogatásnak ezen formájában.